A mai témánk 1944 késő nyarára a keleti abszintére fog minket kalauzolni, méghozzá a lengyel-német síkságra. Tulajdonképpen a tárgyalandó téma a szerves részét képezi a szovjet vörös hadsereg 1944 nagy nyári támadás sorozatának tulajdonképpen, amely a Bagration fedőnevet kapta. Ennek a front, illetve frontcsoport hadművelet sorozatnak a második feléhez kapcsolódnak a most és a ma tárgyalandó eseménye. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy miről is szól ez a páncélos ellencsapás, ami tulajdonképpen egy páncélos csata részét képezi Varsónál 1944. augusztusában, röviden tekintsük át, hogy mi a hadműveleti helyzet a keleti hadszintéren 1944. július közepén. Ami a mi szempontunkban nagyon fontos az az, hogy a szovjet vörös hadsereg különböző frontjai, illetve frontcsoportok által végrehajtott hadműveletei, a kék vonal gyakorlatilag az a arcvonal, amelyen 1944. június 22-én a Bagration fedőnevű szovjet támadás megindult. És láthatjuk a három nyilak színében is jól elkülöníthető szakaszt. Az első szakasz nem szólt másról tulajdonképpen, mint arról, hogy a német közép hadseregcsoport zömét alapvetően két összetartó irányba indított támadással a szovjetek Minszk térségében egyesülve bekerítsék, részekre szakítsák és megsemmisítsék. Ez tulajdonképpen július első hetének közepére sikerrel be is fejeződött. A következő szakasza ennek a hadművelet sorozatnak azonban még a szovjetek részéről is egyeztetés tárgyát képezte. A második szakasz lesz majd az, amellyel részletesebben szeretnék foglalkozni, hiszen láthatjuk, hogy a térképen látható arcvonal szakasz déli szektorában az első belorusz front arcvonal szakaszán indul ki egy olyan meglehetősen erőteljes vonal, amely egy erőteljes támadási irányt jelez, amely itt Varsó térségében végül is bele fog torkolni augusztus elején az előadás fő témáját adó páncélos összecsapásba, illetve páncélos ütközetbe. A keleti arcvonal északi részének egyéb mozgásaival, hadműveleteivel ebben az előadásban én most nem szeretnék foglalkozni. Talán egy másik előadás témája lehetne az, ami 1944 ősze elején történik itt fönn az Észak-hadseregcsoport körzetében, szintén mindenféle eresztékében, páncélosok részvételével mindkét oldalon. 1944. július második felében a német hadvezetés meglehetősen nehéz helyzetben van, ugyanis egyrészt a Bagration hadművelet első ütemében tulajdonképpen megsemmisített közép hadseregcsoport roncsainak megtámasztására a keleti arcvonalról már nem tudnak több csapatot elvonni, egész egyszerűen azért nem, mert a szovjetek magát a Bagration hadműveletet is úgy indították meg, hogy rendkívül kiterjedt és hatásos úgynevezett megtévesztés vagy álcázás segítségével, amit oroszul maszkirovkának hívunk, a keleti hadszintér északi és déli szárnyán olyan mozgásokat és olyan manővereket hajtottak végre, többek között a rádiófelderítés megzavarásával is, ami a németekben azt a képzetet keltette, hogy a szovjet súly az alapvetően a keleti hadszintér déli részén van, és a németek a saját páncélos tartalékaik zömét 1944. június elején még főként az észak, illetve a dél-ukrajna hadseregcsoport területén tartották. Ezért amikor megindult a támadás, tulajdonképpen a közép hadseregcsoport mögött nem voltak igazán jelentős, bevethető német páncélos tartalékok, amellyel a szovjet előrenyomulást lassíthatták, vagy feltartóztathatták volna. A másik probléma az az, hogy Hitlernek az az elképzelése, hogy az angol-szász szövetségesek normandiai partra szállását visszaverve, azt felszámolva erőket csoportosít át a keleti hadszintére, kudarcba fulladt, hogy 1941. július második felében végül is a hídfőből kitörnek a szövetségesek, és két német hadsereg is, az 5. páncélos hadsereg, illetve a 7. hadsereg meglehetősen nehéz helyzetbe kerül, és hamarosan augusztus elején kialakul a falézi katona. A Bagration hadművelet igazi, vagy korábban kijelölt sávjában a német második hadsereg déli szárnyán, ez tulajdonképpen majd látjuk a térképen, a német középhadsereg csoportnak a
a legdéli hadserege, annak a déli szárnyán egy 100 kilométeres hézak tátong, ahol gyakorlatilag német csapatok nincsenek, és amelyet, ha a szovjet csapatok megtalálnak, akkor igen nehéz helyzetbe hozhatják az egyébként is roncsaiból táplálkozó középhadsereg csoportot. A lengyel-német síkságon Varsó, tehát a korábbi lengyel főváros, ami ugye ekkor a német megszállás alatt lévő lengyel területek az úgynevezett főkormányzóságnak a székhelye, illetve Zivlice lengyel város között szintén észak-déli irányban semmiféle német biztosítás nincs. Ez azt jelenti, hogy ha ezen a hézagon, ezen a 100 km-es hézagon megkerülve a második hadsereg déli szárnyát a szovjetek előre törnek, akkor nem sok minden van, ami meg tudja őket állítani Kelet-Oroszország, illetve a Balti-tenger irányában. És itt jön az a momentum, ami a leginkább problémát okozott a németeknek, ez pedig az, hogy a németek mániákusan rettegtek attól, hogy ezt a szovjetek fel is fogják ismerni, és Kovel térségéből északnyugat felé megindulva a Balti-tenger irányába folytatják a Bagration offenzívát. A német keleti hadszíntéren a katonai felderítésért Reinhard Gehlen ezredes, majd később vezérőrnagy volt felelős, ő már 1944 májusában, illetve június elején, tehát még a Bagration hadművelet megindulása előtt jelezte azt, hogy egyrészt a szovjet súlypont nem a szárnyakon lesz, hanem középen, a másik dolog pedig az, hogy számolni kell azzal, hogy a szovjetek, amennyiben a hadművészet, illetve a hadászat törvényeit követik, Kovel térségében fognak súlypontot képezni, és megpróbálnak a Balti-tengerhez kitörni. Ez a 44. június közepi német katonai felderítési álláspont, tehát lekötő támadások a déli szárnyon, lekötő támadások a középső szakasznak az északi részén, és a fő erőkifejtés Kóveltől a Balti-tenger irányába, a Königsberg és Danzig vagy Dansk között a Balti-tenger irányába. Egyébként ez az offenzíva önmagában nem volt újdonság, és a kialakult arcvonal, illetve a rendelkezésre álló erőviszonyok alapján egy logikus lépés lett volna. Ugyanakkor ez nem ekkor került először elő, hiszen ha visszagondolunk, akkor 1941. májusában Zsukov valami hasonlót javasolt Sztálinnak akkor a Barbarossa hadműveletre felvonuló német csapatok csoportosításának kettévágására, akkor ezt Sztálin elutasította. A szovjetek mivel próbálják folytatni az offenzívájukat? Július 8-án van egy megbeszélés Moszkvában, amelyen többek között Zsukov is részt vesz, Sztálin elnökletével úgymond. Sztálin továbbra is kiáll amellett, hogy a frontoknak egymással párhuzamosan különböző kisebb, itt nem, tehát a keleti front léptékeihez képest kisebb hadműveletek sorozatával kell a német csapatokat, illetve a német szövetségi rendszert felőrölni és megsemmisíteni, mindenképpen a párhuzamos csapások mellett áll ki. Mint említettem, Zsukov pedig itt is szóba hozza azt, hogy esetleg a Balti-tenger felé kellene felkanyarodni, és ezzel tulajdonképpen Kelet-Oroszországot, illetve a térképen is láthattuk, ahol itt északon a déli részét, a német észak-hadsereg csoportot elvágni és később megsemmisíteni. Azonban, mint annyiszor, itt is Sztálin akarata érvényesült, és július második felében olyan hadműveleti terveket dolgoztak ki a Bagration offenzívában résztvevő frontok, amelyek továbbra is párhuzamos támadásokat valósítottak meg. A Bagration hadművelet déli szárnyán, mint említettem, a szovjet első Belarus front volt, amelynek parancsnoka Rokossovszkij marsal, lengyel származású szovjet marsal volt. Őnek jutott az a feladat, hogy Kovel térségéből, tehát nem a korábbi Zsukov elképzelésnek megfelelően észak-nyugat felé, hanem továbbra is nyugat felé, tehát a Visztula irányába folytassa az offenzívát. A frontnak a legjelentősebb úgynevezett sikerkifejlesztő lépcsője az Bogdanov vezérezredes második harckocsi hadserege volt, amely egy teljesen feltöltött harckocsi hadsereg volt, és gyakorlatilag a Bagration második szakaszának megkezdése után még néhány napig tartalékban van, ugyanis az első Belarus fronttal szemben lévő német erők, amelyek, mondtam, tulajdonképpen azok a roncsok voltak, amelyek a Bagration első havi csapásait túlélve a középhadsereg csoportból megmaradtak, nem kívántak olyanfajta erőkifejtést a szovjetek részéről, hogy a front sikerkifejlesztő lépcsőjét bevessék. A harckocsi hadsereg törzsfőnöke Razsevieszki vezérőrnagy volt, akire hamarosan elég fontos szerep hárul,
tekintve, hogy bár ő ezt nem tervezte, hamarosan át kell vennie a harckocsi hadsereg parancsnokságát. A harckocsi hadsereg alapvetően három hadműveleti magasabb egységből állt, a harmadik harckocsi hadtestből, amelynek Vegyeneje vezérőrnagy volt a parancsnoka. Gyorsan átfutnánk a hadrenden. Gyakorlatilag a harmadik harckocsi hadtest az 1944 nyarán tipikus szovjet harckocsi hadtest hadrendet, illetve állománytáblát bírja. Ugye három harckocsi dandár, egy gépkocsizó lövész dandár páncélosok nélkül, két önjáró tüzérezred, egy motorkerékpáros zászló, illetve egyéb alegységek. Az egyéb alegységeket most azért nem részletezném itt, mert nagyon vinni az időt. Tulajdonképpen műszaki zászlóajról, páncéltörő tüzérezredről, rakétasorozatvető tüzérosztályról és egyéb műszaki és kiszolgáló alegységekről van szó. Maga a harckocsi hadtest az összesen, mint látható, 208 harckocsival és 44 önjáró löveggel rendelkezik. Itt kékkel azért szedtem ezt, mert ugye ez nem szovjet eredetű, ez angol szász gyártmányú, jelesül amerikai gyártmányú eszközről van szó. A T-34-es alatt természetesen nem csak T-34-es, hanem T-34/85 mintájú közepes harckocsikat kell érteni. Tulajdonképpen a felelhető magának a második harckocsi hadseregnek az iratanyagában sem különböztetik meg ezeket markánsan, tehát itt mindig mind a két típusra, tehát a 76 mm-es és a 85 mm-es löveggel szerelt harckocsikra is gondolni kell. A másik hadteste a hadseregnek a 8. gárda harckocsi hadtest volt, Popova tábornagy parancsnoksága alatt. Itt már érdekesebb dolgok vannak. Ugye a kölcsönbérleti szerződés keretében a Szovjetunió nagyon sok hadianyagot kapott az angol szász szövetségesektől, többek között Sherman harckocsikat is, ami ugye az amerikai típus alapján M4-es, illetve a változata azon belül a 2-es. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezt a fajta szervezést nagyon kevés szovjet alakulatnál vitték végbe, ugyanis logisztikai szempontból ez egy rémálom. Mint láthatjuk, gyakorlatilag a harckocsi hadtestnek két dandára teljesen sörmenekkel van felszerelve, egy harckocsi dandára pedig, hát nem felesbe, de részben sörmenekkel van felszerelve. Most belegondolhatunk, hogy egy ilyen harckocsi dandár utánpótlása, ami teljesen más lősze és teljesen más üzemanyag rendszert kíván, mennyire nehézkes. Maga a hadtest hadrend egyébként viszonylag szokásosnak tekinthető, 219 harckocsi és 50 önjáró löveg állományában. A harmadik hadteste ennek a hadseregnek a 16. harckocsi hadtest Dubovoj vezérőrnagy parancsnoksága alatt. Ez tulajdonképpen egy klasszikusnak tekinthető szovjet harckocsi hadtest, szintén három harckocsi dandárral, illetve itt már látható, hogy az előbb is a 8. gárda harckocsi hadtestnél nehéz harckocsi ezred, de ami érdekes az az, hogy az angol, illetve az amerikaiaktól kapott 56 darab M10-es páncélvadászból 21 ennek a hadtestnek az állományában ebben a hadműveletben került először bevetésre. Mint látható, 218 harckocsi és 46 önjáró löveg van a hadtest állományában. A harckocsi hadseregnek voltak hadsereg közvetlen alakulata is, egy motorkerékpáros ezred, aminek gyakorlatilag az állományát teljes egészében idegen eredetű, tehát nem szovjet gyártmányú technika tette ki, egy motorkerékpáros zászlója, amely T-34-esekkel is fel volt szerelve, műszaki zászlóhaj, egy lángszoros zászlóhaj. Ezt az önálló lángszoros zászlóhajt azért utalták a hadsereg állományába, mert a nyugati irányú támadás következtében gyakorlatilag ő feladatul kapta Lublin, Deblin és Pulavi városok elfoglalását, és ezek tradicionális lengyel erődvárosok voltak, tehát úgy gondolták, hogy itt elhúzódó, akárha elhúzódó helységharc lesz, vagy épületharc, akkor a lángszoros zászlóhaj jól jöhet. Ezen kívül a szokásos páncéltörő tüzérdandár, rakétasorozatvető tüzérezred, egy légvédelmi tüzérhadosztály, illetve különböző utász, és illetve hidász és pontonos alakulatok. Maga a harckocsi hadsereg, az, mint említettem, egy teljesen feltöltött, tehát állománytábla szerint teljesen feltöltött 812 darab páncélos eszközzel rendelkező, ebben a harckocsik és önjárólövek vannak csak benne, tehát a páncélgépkocsik, illetve a páncélozott szállító harcjárművek nem. Látható, hogy mi az arány, ugye az önmagáért beszél, tetemes mennyisége a harckocsiknak és önjárólöveknek nem szovjet eredetű. Hozzá kell tenni, hogy a bevethetőségi arány ennek a harckocsi hadseregnek rendkívül jó volt, amikor ütközetbe vetik 1944. július 21-én, akkor összesen kettő darab, egy IS-2-es és egy SU-76-os van javítás alatt, az összes többi üzemképes.
35 ezer főnél valamivel több a létszáma, ugye a meglévő páncélosokról volt szó, üzemképes állománya, ami jelen van, tehát a ütközetbe vetéskor ott van az 768, javítás alatt 23 páncélos, ebbe beleszámították a menetben lévő M10-eseket is. A képen a 8. gáta a kocsi alaptestnek az egyik tipikus festésű és kinézetű T-34-85-ös közepes parckocsia látható. Ez ugyan a 7. gárda lovas hadtestnek egy sörmennye, de ugyanabban a leosztásból kapott a 8. gárda harckocsi hadtest is, tehát mind haltípusra, mind külsőre gyakorlatilag hasonlóak voltak, egyedül a torony számozásban tértek el, de ez most részletkérdés. Ez pedig a 16. harckocsi hadtestnek egy harckocsia az előrevonási időszakában. Itt a terepre hívnám fel a figyelmet, ugye nyár van, augusztus, illetve július közepe, majd később augusztus eleje, rendkívül száraz, csapadékban meglehetősen szegény időszakról van szó, és a terep meglehetősen homokos, ennek majd később lesz jelentősége. A második harckocsi hadsereg milyen feladatokat kap? Hát egyrészt ugye az ütközetbe vetésekor az a feladata, hogy a közép hadseregcsoport nyugatirányú visszavonulását megakadályozza, illetve a második és negyedik hadsereg utánpótlásának biztosítását megakadályozza, az utánpótlási útvonalakat elvágja. Menetből elfoglalni Varsó keleti felét, a Praga elővárost, ezzel az a gond, hogy ez a szovjet, illetve csak a szovjet, mert a 1991 utáni orosz szakirodalomban már ez nem szerepel, tehát ez a szovjet szakirodalomban belekerül az alap direktívába, de ez nem volt benne. Tehát az egészben az az érdekes, hogy lesz egy döntés, nagyjából Lublin elfoglalása után, amikor a nyugati támadási irányt megváltoztatják Varsó felé, az eredetiben ez nem volt benne. Illetve ezután a következő az, hogy Varsó elővárosának birtokba vétele után a Narev folyón átkelőket kell foglalni két településnél. És hogy halud legyen még inkább kövér, ezután, hogy ezek megvannak, Modlinnál a rendkívül jelentős stratégiai vagy hadászati jelentőségű hidakat is birtokba kellett volna venni a hadseregnek előre vetett osztagokkal. Majd látjuk a térkép, hogy ez mit jelent. A célbetűs térképekért elnézést kérek, majd igyekszem mindent nagyjából magyarítani, egyrészt olyan távolságból nem is nagyon látszik. Ez Lublin megerődített városa, amelynek elfoglalására végül is a második harckocsi hadsereg parancsot kap, nem egyedül, hanem a 8. gárda úgymond összfegyvernemi hadsereggel együtt. Tulajdonképpen a kitűzött időhatár az július 25-e volt, végül is 23-ára víradóra, illetve 23-án reggelig ezt a műveletet megoldja és végrehajtja a második harckocsi hadsereg, elfoglalják Lublin, eközben a védők 38 harckocsiukat lövik ki, ez nem mind a második harckocsi hadsereg állományából kerül ki, hanem az itt látható alulról, tehát déli irányból megkerülő 7. gárdalovas hadtesté is. Jó ütemben haladnak tovább a harckocsi hadtestek, a harmadik harckocsi hadtest Hulavi védelmére zárkózik föl, július 25-én este 7 órakor, a 16. harckocsi hadtest pedig Demlin felé, a 8. gárda harckocsi hadtest pedig a második lépcsőben előrevonásra kerül. Ekkor történik egy döntés Moszkvában, miszerint a harckocsi hadsereg ne erőlködjön a Visztulán való hídfőfoglalással, egyrészt mert ez ugyan nem egy harckocsi hadseregnek a dolga, illetve hát a 8. gárda hadsereg már nagyon jó ütemben halad, és valószínűleg át is fogja venni ezt a feladatot, illetve ezzel párhuzamosan megindították a lengyel első hadsereget Berlin tábornok parancsnokság alatt, amelynek szintén az volt a feladata, hogy a Visztulán hídfőket foglaljanak. Igen ám, de a második harckocsi hadsereg ekkor kap egy parancsot, viszont forduljon északra Varsó felé, és valósítsa meg azokat a feladatokat, amelyeket az előbbiekben ismertettem. Nekem az a személyes véleményem, hogy túl ennek a nyilvánvaló hadműveleti hasznán, ugye tulajdonképpen a két német hadsereg utánpótlásának elvágása, illetve a jelentős folyamátkelők birtokbevétele mindenképpen jelentős célnak számít. Ezzel együtt azért én azt gondolom, hogy meggondolás tárgyát képezi az is, hogy éppen ekkor 1941. július 25-én a lengyel ellenállás, illetve a honi hadsereg, az Armia Krajova vezetősége hoz egy döntést, miszerint abban a lélektani pillanatban, amikor a szovjet csapatok megjelennek Varsó előtt, kirobbantják a felkelést.
Az én véleményem az, hogy ezt egyrészt a szovjetek valószínűleg nagyon gyorsan megtudták, hogy van egy ilyen döntés. Nyilvánvaló, hogy értelmezték a saját elsősorban katonapolitikai, illetve hát tulajdonképpen politikai szempontból, hogy ennek mi lesz a következménye. Ugye a Armia Krajova deklarálta azt, hogy ő önerőből szeretné felszabadítani a lengyel fővárost, és az, hogy a szovjet csapatok ehhez segítséget adnak, az nagyon üdvözlendő, de tulajdonképpen együttműködést nem ígértek a szovjet csapatokkal. Ezért én azt gondolom, hogy az a fajta meglehetősen elkapkodott és sok tekintetben felelőtlen belelovallása ennek a harckocsi hadseregnek ebbe a második etapba, az annak is köszönhető, hogy valószínűleg Sztálin meg akarta előzni azt, hogy képessé váljon az Armia Krajova ennek a felkésnek a kirobbantására. Ennek talán lényegében, tehát ennek a következménye egy ördögi kör lett, ugyanis az Armia Krajova akkor robbantja ki a felkelést, amikor meglátja a szovjet csapatokat, Varsó elővárosa előtt. A szovjetek viszont ezt a felkelést szeretnék megelőzni valahogy. Tehát az előtt birtokba venni legalább a városnak a keleti felét, hogy lényegében ez a felkelés jelentősebb eredményeket elérne, vagy talán egyetlen ki is törne. Tehát döntés születik arról, hogy a harckocsi hadsereget észak felé levetik. Erre 44. július 27-én kerül sor. A félig meddig kapkodás, illetve az erőltetett ütemű támadás miatt sok dolog elmaradt a szovjet tervezési folyamatban. Egyrészt a terepet nem egészen alaposan mérték fel. Elmaradt a német hadműveleti mélységnek a felderítése. A szárnyakat nem biztosították, illetve ez csak részben igaz, mert gyakorlatilag a harckocsi hadsereg a Visztula mentén indult észak felé, ezért tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor a bal szárnyát maga a folyam, tehát a Visztula biztosította, de a keleti szárnyát, tehát a jobb szárnyát semmi. Az utánpótlás biztosítása. Egy harckocsi hadsereg ilyen ütemű támadásának lőszerrel, üzemanyaggal, kenőanyaggal, élelmiszerrel, gyógyszerrel és még mit tudom én mennyi mindennel való ellátása az akkor sem kis munka, erre előre felkészülnek, de erről ebben az esetben nem volt szó. A légitámogatás megszervezése, ez azért nagyon érdekes, mert ugye a Bagration hadművelet kezdetén a szovjet vörös hadseregnek a légiereje, ami ugye nem önálló haderő vagy hadászati haderő, nem, hanem tulajdonképpen a szovjet vörös hadsereg, mint szárazföldi haderőnek egy alárendelt tulajdonképpen fegyverneme, olyan gyors szovjet szárazföldi előrenyomulással szembesül, hogy gyakorlatilag nem sikerül olyan ütemben előre települni a repülőterekre, és azok a repülőterek helyek közel nincsenek is olyan állapotban, hogy nem úgy hagyják ott a németek, hogy azokról rögtön meg lehet kezdeni a légitevékenységet. Ezért kialakul egy úgynevezett vákum a szovjet légitámogatás rendszerében. A tüzérségi támogatást sem tudják biztosítani, ugye ahhoz, hogy bármiféle ellenállás esetén a szovjeteknek meglegyen a kellő tűzfölénye, ahhoz az kellene, hogy megerősítő tüzéralakulatok tudjanak együtt mozogni, vagy legalábbis tüzet vezetni a harckocsi hadsereg elé. Gyakorlatilag a harckocsi hadsereg csak a saját tüzérségére, illetve az önnyelv tüzérezredeire számíthat egészségére. Elmaradt az összfegyelmi támogatás is, ez tulajdonképpen a lövész támogatást jelenti, hiszen nincsen se földrajzi helyzetükből adódóan, sem pedig szállítóeszközeik tekintetében nincs az összfegyelmi hadsereg, aki egy olyannyira nekiindult harckocsi hadsereggel lépést tudna tartani, mint amit a második harckocsi hadsereg művelt. Tehát gyakorlatilag fölvéve az előző gondolatmenetet, itt van Lublin, elfoglalták, a két harckocsi hadtest ugye felzárkozik Demlinre, illetve Pullavira, és 27-én megindulnak észak felé. Egy lépcsős hadműveleti felépítésben indul a hadsereg tovább. Ugye a keleti szárnyon a 3. harckocsi hadtest, középen a 8. gárda harckocsi hadtest, és a Visztula mellett pedig a 16. harckocsi hadtest támad. Tulajdonképpen egy vákumban német csapatok ellenállása az első két napon csak szorványosnak volt tekinthető. Nagyjából ez a két terepszakasz az, ahol a németek jelentősebb ellenállást fejtenek ki. A német részről az ellenállásért a 73. gyaloghadosztály volt felelős, vagy ő volt hivatva megjeleníteni a német ellenállást, illetve az Itáliából július vége felé, július 25-e táján Varsó nyugati részén kirakodott Hermann Göring páncélos hadosztálynak egy része.
Ez a német ellenállás nem jelentős. Tulajdonképpen az első védelmi terepszakaszt a szovjetek mindenféle előkészítés nélkül az előrevetett osztagok saját erejével át tudják törni és folytatják az előnyomulást. A második kijelölt védelmi terepszakaszon már kicsit több problémájuk akad, és itt nagyjából egy fél napot nyernek a németek, mert egy 10 órás előkészítés után tudják folytatni a szovjet csapatok a támadást. Itt látható a harmadik harckocsi hadtest, amely a legkeleti szárnyán halad ennek a harckocsi hadseregnek. Július 30-án eléri azt a kijelölt terepszakaszt, ami tulajdonképpen a Varsóba vezető közút, illetve vasútvonalakat elvágja. Mint utaltam rá, a légitámogatásnak rendkívül nagy jelentősége volt, főleg egy ilyen alapvetően mozgó hadművelet esetében. Arra már beszéltünk, hogy miért nem maradt fönn a szovjet csapatok fölött a Bagration elején meglévő légifölény. Illetve ennek következményeképpen a középhadseregcsoport légitámogatásáért felelős Luftflotte, az Exilla, vagy a 6. légiflotta bevetések terén tulajdonképpen párhuzamba került az első belgusz front repülőcsapataival, ami azt jelenti, hogy közel annyi bevetést tudtak repülni, mint a szovjetek ugyanazon terület fölött, illetve ez augusztus elejére még meg is változik a németek javára. Ahogy a második harckocsi hadsereg közeledik Varsóhoz, illetve a narevi átkelőkhöz, egyre csökken a fölötte bevethető repülőgépeknek a száma, és ugyanezzel párhuzamosan nő az őt támadó német, illetve a harckocsi hadsereget támadó német repülőgépeknek a száma. Szovjet forrásból egyetlen egy adat, csak július 29-én, tehát két nappal az észak felé indulás után, csak magát a harckocsi hadsereget több mint 500 bevetésben támadják a németek. Mivel ugye egyre kevesebb az elegendő vadászrepülőgép a szovjet csapatok fölött, a szovjet csapat légvédelem kénytelen megküzdeni a német repülőgépekkel. Ez egyébként nem volt teljesen esélytelen, sőt, ugye azt hozzá kell tenni, hogy bár a korábbi táblázatból nem látszik, de a második harckocsi hadsereg is sok önjáró légvédelmi tűzeszközzel rendelkezett, ezeknek is a döntő többsége, sőt a 99%-a az amerikai gyártmányú féllánctalpas szájta harcárműre telepített négycsövű nehézgép puska volt, de ezek ahhoz bőven elegendőek voltak, hogy a német csatarepülőgépek jó részét eltérítsék az eredeti céljaiktól. Ez már nem egy civil betűs térkép, hanem változatosak kedvéért német. Tehát nagyjából most ott tartunk, hogy a július 27-i észak felé fordulás után a szovjet harckocsi hadsereg, leküzdve a németek szorványos ellenállását, tulajdonképpen Varsótól északkeletre megközelítette Zegrz város térségét, 3 kilométerre az itteni hídtól torpan meg tulajdonképpen a szovjet előrenyomulás, amelynek úgymond a legelőre toltabb béke az a harmadik harckocsi hadtest. Látható, hogy a szovjet csapatok egyrészt az első belorusz front, másrészt a többi tőle északra tevékenykedő front is folytatja a támadó tevékenységét. Ennek következtében a második hadsereg, amely ugye, mint említettem, a közép hadseregcsoportnak egy eléggé sokat szenvedett hadserege volt, fokozatosan nyomul vissza, vagy vonul vissza helyesebben nyugat felé, viszont meglehetősen jól halogatva vonul vissza, és ezt helyel közel feltartóztatja a szovjet csapatok támadási ütemét. Zidlice város az, amely igazából július 31-ig német kézben marad, és ez elég jelentős szovjet erőt köt le a 47. összfegyelemi hadsereg, illetve a 2. gárda lovas hadtest képében, és ez tulajdonképpen lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a 2. hadsereg erőinek egy részét, jelesül a 4. SS páncélos hadtest részeit, majd Model vezérezredes használni tudja a tervei megvalósításához. Itt látható, hogy a déli sávban, tehát ugye ez itt az Észak-Ukrajna hadseregcsoport, ez pedig itt a közép hadseregcsoportnak a tulajdonképpen teljesen fedezetlen és tulajdonképpen
rendkívül hézagosan, vagy talán még hézagosnak se nevezném, inkább lepelszerű folyam megfigyelésre bevetett erői vannak, tehát itt szinte semmi. Augusztus 1-ére ezt kihasználva a szovjet 8. gárda hadsereg létesít is Magnuszternél egy hídfőt, amely később eléggé jelentős hadtörténelmi szerepet fog betölteni, de tulajdonképpen a 9. hadsereg, amely ezekben a napokban jön létre a semmiből, az, amelynek ezt a Visztulának ezt a szakaszát fedeznie kellene, de ekkor még nem nagyon van mivel. Az egyetlen jelentősebb erő, ez is tulajdonképpen csak egy vezetési törzs, az a 39. páncélos hadtest, amely a középhadsereg csoport rendelkezésére áll. Itt néhány fénykép, ez azt a pillanatot ábrázolja, amikor a lengyel első gyaloghadosztály, a jellegzetes lengyel tiszti sapkák, első lengyel gyaloghadosztálya 8. gárda harckocsi hadtest mellett elhaladva a Visztula irányába menetel. Ez pedig az az SU-57 szovjet típus jellel rendszeresített amerikai gyártmányú önjáró páncéltörő ágyú, amelyből a második harckocsi hadseregből, harckocsi hadseregben 21 darab volt. Ebben a hadműveleti helyzetben miért nem döntött úgy a német hadvezetőség, hogy Varsót feladja, és visszavonul tehát Varsó keleti elővárosait feladja, visszavonul a Visztula mögé, felrobbantja a hidakat, és a továbbiakban nem csinál mást, mint megpróbálja a folyam jellegzetességeit kihasználva tartós védelemmel menteni, ami menthető. Következők miatt nem. Egyrészt Varsó és annak keleti fele is rendkívül jelentős vasúti és közúti csomópont volt, hát ugye utaltam rá, hogy Varsó felé, észak-kelet felül, illetve kelet felől jelentős vasút és közúti vonalak ágaznak be, és az három német hadseregnek az ellátóbázisa volt, tehát hogyha a keleti elővárosokat feladják, és a hidakat felrobbantják, akkor ezt a három német hadsereget, tehát a második hadsereget, a negyedik hadsereget, illetve az észak-hadsereg csoportnak a déli szárnyát nem tudják ellátni. A másik, hogy maga a város és a keleti rész is tele volt német raktárakkal, tehát hadianyagraktárakkal, hadiüzemekkel, többek között, ahol páncélosjavító kapacitással is rendelkeztek, és rengeteg hadikórházzal, ahol nem kevés fekvősebesült volt. Azon kívül a németek azóta sem adták fel azt az elképzelésüket, hogy a szovjeteknek a feltett szándéka, hogy a Balti-tengert elérjék, és ennek egyfajta ugródeszkája lett volna az, hogyha Varsó keleti fele, vagy maga az egész város is a kezükbe kerül. Tehát gyakorlatilag Varsó elvesztésével gondolták a németek, a keleti arcvonalú kártyavárként omlana össze, és igazából én azt gondolom, véleményem szerint ezzel az értékítéletükkel nem is nagyon jártak messze a valóságtól. Mit lehet tenni? Walter Model vezérezredes, aki egy darabig Personalunióban két hadseregcsoportot is vezetett, tehát a közép hadseregcsoportot, illetve az attól délre harcoló Észak-Ukrajna hadseregcsoportot, majd később megtartva a közép hadseregcsoport parancsnokságát, szembesült ezzel a Varsó problémával. Hát mit lehet tenni? Számba vette a problémáit. Az első és legfontosabb gondja az volt, hogy nem álltak rendelkezésre páncélos tartalékok, amelyekkel a második harckocsi hadsereg ellen operálni tudott volna, viszont arra nem volt idő, hogy egyrészt a Hitlertől, tehát a Führertől úgymond belső tartalékokat kérjenek, tehát a hátországból tartalékokat vonultassanak föl, meg hát az igazság, hogy július második felében vagyunk, nem is igazán voltak ilyen tartalékok. Amik voltak, azokat egyrészt a normandiai csata szívta föl, másrészt pedig amelyeket elsősorban a zömmel a harcvonal mögött helyek közel feltöltött, illetve én csak azt mondom, hogy feljavított páncélos és páncélnátos hadosztályokat, pedig a Bagration hadművelet szívta föl. Hát nem marad más lehetőség, marad a belső átcsoportosítás, azokkal az erőkkel kell valamit kezdeni, amelyek rendelkezésükre állnak. Igen ám, de akkor még egy probléma felmerül. Ugye Hitler megtiltotta a keleti arcvonalon a terület feladását, gyakorlatilag egész Nyugat-Belorussziát, illetve Kelet-Lengyelországot, annak rengeteg települését vagy erődé, vagy pedig megerőített helyén nyilvánította, és az utolsó töltényig, vagy utolsó emberig való harcot erőltette. Most Model azzal szembesült, hogy igazából nehéz lesz majd a Führerrel ezt az egészet lenyeletni és engedélyeztetni, hogy ő úgy tudjon erőket összevonni tartalékként a második harckocsi hadsereg ellen, hogy tulajdonképpen nem ad föl területet. A területfeladás mindenképpen ennek következményeként lett volna, és ezt Model nem igazán tudta, hogy fogja a Führernek beadni. Aztán úgy döntött, hogy sehogy. Egyszerűen nem kérdezte meg.
Egyrészt erre nem is nagyon volt idő, tehát itt gyakorlatilag órákról beszélünk, nem napokról, órákról. Tehát egy elhatározás, ha egy-másfél órán belül nem járt eredménnyel, akkor annak tulajdonképpen nem volt létjogosultsága. Ennek következtében Model úgymond saját szakára cselekedett. Ami igazából, tehát ha nem is maga Hitler személyesen húzza keresztül mondjuk Model elképzeléseit, hanem mondjuk Jodl, aki nem volt más gyakorlatilag, mint a Führer akaratának megtestesítője. Model szempontjából, helyesebben a középhadsereg csoport szempontjából az is mindegy lett volna. Tehát egyszerűen a vezetési szerveket, illetve magát a Führert nem kérdezte meg. A következő probléma az az volt, hogy mivel rendkívül gyorsan kellett cselekedni, nem volt arra idő, hogy részletes parancsokat dolgozzanak ki. Ezért Model úgy döntött, helyek közel személyes válogatás útján is, hogy azokat a tiszteket használja, akikről egyrészt tudja, hogy vannak korábbról úgynevezett feladatorientált harcvezetésben nyert tapasztalataik, másrészt ilyenfajta vezetési stílusra alkalmasnak tartja őket. Gyakorlatilag július 30-e és augusztus 8-a között írásos parancs a középhadsereg csoport, illetve a 39. páncélos hadtest között nem nagyon van. Rádión vezetnek, ami egyrészt sokkal gyorsabbá és sokkal egyértelműbbé teszi a dolgot, és ugye erről igazából Lipai az első tudna sokat beszélni és mesélni, hogy gyakorlatilag ennek az a lényeg, hogy ne kelljen sokat beszélni. Tehát itt vannak bizonyos feladatok, amiket meg kell valósítani, de hogy az illető parancsnok ezt hogyan valósítja meg, az nagyon nagy százalékban rá van bízva. Modellnek a terve a második harckocsi hadsereg ellen a következő. Először is jó lenne valahogy megállítani, mert gyakorlatilag ugye július 30-án már a Narevi átkelő közelében csörögnek a harmadik harckocsi hadtest páncélosai. Miután megállították, el kéne vágni az utánpótlását, illetve el kéne vágni a harckocsi hadsereget a szovjet csapatok zömétől. Aztán be kéne keríteni, mert mivel itt harckocsi hadtestekről van szó, ezeket arcból megtámadni, hát finoman szóval nem egy életbiztosítás. Miután bekerítették, meg is kéne semmisíteni, mert ahhoz, ami a végcél lenne, jelesül az, hogy a harckocsi hadsereg által ütött hézagot lezárják, ahhoz fel kell számolni azokat az erőket, amelyek ezt a hézagot létrehozták. Az eszköz az a 39. páncélos hadtest lesz, amelynek a parancsnoka Dietrich von Sauken a tábornagy volt, akinek tulajdonképpen a keleti hadszintér egy olyan iskolát adott, ami páncélos harcászat és hadműveleti vezetés tekintetében meglehetősen sok tapasztalattal járt, és erre a célra kiválóan alkalmas tisztről van szó. A hadtest alárendeltségébe utalják a korábban már emlegetett Hermann Göring páncélos hadosztályt, amelynek Schmalzel tábornagy volt a parancsnoka. A hadosztály ugye július 28-29-e környékén már Varsótól délnyugatra be van vetve. Elég sokszor fogok mostantól kezdve mutogatni ilyen német nyelvű Kriegskraxokat. Ez tulajdonképpen azt fogja megjeleníteni, hogy ezeket a német páncélos hadosztályokat nem egy egységként páncélos hadosztályként vetették be, hanem harccsoportokra bontva, akár 2-3 harccsoportra bontva is külön-külön vetették be. Tehát arról van szó, hogy a hadosztály páncélos ezredének két osztálya, egy páncérfírrel felszerelt osztály és egy jágpáncérfír vadászpáncélosokkal felszerelt osztály, illetve egy lövészpáncélos zászlóai, valamint egy légvédelmi tüzér ezred részei, illetve egy páncélos felderítő osztály. Tulajdonképpen ez egy megnövelt tűzerejű páncélozott harccsoport. Ez az, amely a Varsótól délnyugatra a 16. harckocsi hadtesttel felveszi a harcot, amely ugye Praga előváros felé tart eléggé gyors ütemben. Az igazi nagy feladat az nem is annyira a Hermann Göring páncélos hadosztályra, mint a 19. páncélos hadosztályra várt, amelynek Kellner hadtábornagy volt a parancsnoka. A 19. páncélos hadosztálynak már az sem volt kis teljesítmény, hogy egyáltalán az események helyszínére kerüljön, ugyanis ezt a páncélos hadosztályt, amelyet nem sokkal korábban Hollandiából feltöltés után csoportosítottak át a keleti hadszintére, ezt a középhadsereg csoport északi részén Bialystoknál vetették be, ott harcolt, és onnan kellett neki a lehető legnagyobb ütemben átcsoportosulnia Varsóhoz. Nem is az egész hadosztály indul el, hanem csak egy páncélozott harccsoportja, amely látható, hogy egy pánterekkel felszerelt páncélos osztály, illetve a páncélos ezred törzse, egy lövészpáncélos zászlóai, egy önjáró tüzérosztály, egy páncélvadász osztály, amelyben géppontotású páncéltörőágyuk és vadászpáncélosok vannak, ismét a páncélos felderítő osztály, illetve a páncélos utász zászlóai.
A hadosztálynak egy másik harccsoportja július 30-ától szintén Varsóhoz érkezik, de egy másik menetvonalon és teljesen más feladata. Itt már a Panzer IV harckocsikkal felszerelt gyakorlatilag az ezred másik fele. Egy páncélgránátos ezred, egy zászlóalja nélkül, egy tüzérosztály, illetve... Tessék? Mi vesz fel? Ez? Géppontatási 10-es feles tarackó. Ez pedig egy szintén tehergépkocsikkal felszerelt páncélgránátos ezred, a hadosztály másik, páncélgránátos zászlóalja, bocsánat, a hadosztály másik ezredétől, de ez csak augusztus 1-től áll rendelkezésre. Tehát igazából, ami ebből fontos, látható, hogy a páncélos hadosztályt egy páncélozott harccsoportra és egy harckocsikkal támogatott, tulajdonképpen páncélgránátos harccsoportra osztják föl. De a hadosztálynak bizonyos részei még a Visztulától nyugatra rekednek, ugye egy páncélgránátos zászlóalj, illetve egy nehéz tüzérosztály. Ez a Visztulától nyugatra marad, és gyakorlatilag nem is nagyon tud bekapcsolódni a harcokba, mert mire át kellene a Visztulán, addigra kitör a felkelés, és a felkelés ellen vetik be ezt a két alakulatot. Ahhoz, hogy a modellféle elképzelések tető alá kerüljenek, ahhoz kell a második hadsereg 4. SS páncélos hadteste is, illetve hát annak harcképes részei. Ez az 5. SS páncélos hadosztály, vagy másnéven Viking SS páncélos hadosztály főségével, amelynek Müllenkamp SS Standartenführer ekkora megbízott parancsnoka valósulna meg. Méghozzá úgy, hogy majd látjuk a térképen, tehát a település neveket egyelőre ne jegyezzük meg, Stanislavov térségéből, mint a második hadsereg jobbszárnya, tehát maga a hadosztály, a teljes hadosztály képviseli a második hadsereg jobbszárnyán, megindul tulajdonképpen nyugati irányba annak érdekében, hogy a korábban látott 19. páncélos hadosztállyal, annak páncélozott harcsoportjával egyesüljön. De úgy gondolja a modell, hogy ez kevés az ütvességhez, ezért a SS páncélos hadtest másik hadosztályától, a 3. SS páncélos hadosztálytól a páncélozott harccsoportot, illetve három további zászlóaljat átcsoportosít. A páncélozott harccsoport az magából a 3. SS páncélos ezredből, egy lövészpáncélos zászlóaljból és egy önjáró tüzérosztályból áll. Ha a modellféle tervet egy üstnek képzeljük el, akkor az üst teteje és tulajdonképpen a későbbi présnek a súlya az a 4. páncélos hadosztály, persze vezérőrnagy seregteste, amely szintén azt a feladatot kapja, hogy ahogy csak tud és amilyen gyorsan csak tud, csoportosuljon át Varsóhoz. Ez a páncélos hadosztály, ez a német lovas hadtest alárendeltségében a 2. hadseregnek tulajdonképpen a keleti arcvonalán harcol, és ahogy korábban utaltam rá, halogató harccal lépésről lépésre vonul vissza, nagyon hatásos és eredményes harcot vívnak. A 4. páncélos hadosztály viszont július 31-én szintén ketté osztják. A páncélos elemeit egy harccsoportba, a Christen páncélos harccsoportba összevonva Varsóhoz küldik, a gépkocsizó páncélgránátos zászlóaljak, illetve a géppontatású tüzérosztályok pedig maradnak a 2. hadsereg, illetve hát a lovas hadtest alárendeltségébe. Azért szeretném megjegyezni, illetve azért voltam kénytelen ilyen részletes hadrendet írni, mert az idegen nyelvű, magyar nyelvű szakirodalomról ne is beszéljünk, de az idegen nyelvű szakirodalomban elég erősen tartja magát a nézet, hogy ebben az ellencsapásban Varsónál voltak tigrisek, tehát tigeren nehéz harckocsik. Ez tulajdonképpen egy tévedés, ugyanis valóban a 4. páncélos hadosztály a rendeltségében volt az 507. nehéz páncélos osztály, sőt még augusztus 1-én is ennek a páncélos hadosztálynak az alárendeltségében van, rajta keresztül pedig a lovas hadtest alárendeltségében. Egy a probléma, hogy amikor augusztus 1-én a két harccsoport különválik, akkor a tigerek azzal a harccsoporttal maradnak, amelyek ott maradnak a 2. hadseregnél és a lovas hadtestnél, nem mennek át Varsóhoz. Egy nagyon jeles és kiváló külföldi angolszász történész valószínűleg nem nézte meg, hogy a döntések hogyan következnek egymás után. Ő azt látta, hogy augusztus 1-én valóban a 4. páncélos hadosztály alárendeltségében jelölnek egy nehéz páncélos osztályt, méghozzá elég szép mennyiség, 44 darab tigerelvel, hogy hát akkor biztos ezek is jöttek Varsóhoz. Nem, ezek nem jöttek Varsóhoz, ezek Varsótól nagyjából egy 60 kilométerre keletre továbbra is harcolnak. Mi az az erő, amit meglehetősen gyorsan, tehát 2 nap alatt modellnek nagyjából sikerül összeszedni?
és ne is itt a részleteket nézzük, hanem azt, hogy ugye ezek bevethető, a legtöbb esetben bevethető páncélosszámok, kivéve a 19. páncélos hadosztályt, amely viszonylag friss seregtest volt, tehát nagyjából a meglévő erőinek a döntő többsége bevethető volt. Tehát látható, hogy nagyjából 200 páncélfír, majdnem 200 panter, összesen egy darab szerencsétlen tiger, ami a Totenkopffal jön, de ez hamarosan harcképtelenné válik, illetve vadászpáncélosok, nagyon kevés rohamlöveg, néhány páncélvadász és egyéb harckocsik, főleg itt légvédelmi páncélosokról van szó. Mindösszesen 466 darab bevethető eszközről beszélünk augusztus 1-én este. Néhány fénykép, ez a Hermann Göring páncélos hadosztálynak a jágpáncélfírje, ez a 4. páncélos hadosztálynak egy pántere, ez a 4. páncélos hadosztály páncélos felderítő osztályából egy Lux, felderítő könnyű harckocsi, ez szintén egy Panther a 4. páncélos hadosztálytól, ez egy Panzerfír a 4. páncélos hadosztálytól. Látható, hogy már pótlánc tartagokkal próbálták a páncélvédelmet valahogy növelni. Ez pedig a Vikingnek egy lesámásban lévő Panthere. Itt jó az arány, itt a páncélgránátos és itt a harckocsi. Ez pedig a 3. SS páncélos hadosztálynak a Pantherei. Július 30-án, tehát miközben Móder intézkedik, néhány dolog már történik. Jelesül az, hogy a szovjet 2. harckocsi hadtest megpróbálkozik Praga bevételével. Ezt a időközben részletekben beérkező 19. illetve a Hermann Göring páncélos hadosztály megakadályozza a 73. gyalogosztály hatásos közreműködésével. 8 szovjet harckocsi veszik oda. Tulajdonképpen ez egy szúnyog csípésszerű dolog a 2. harckocsi hadtestnek, de a következményei jóval messzre mutatóbbak, ugyanis ezt az összecsapást már érzékelik az Armia Krajova tagjai, és végigfut a hírláncon, hogy tulajdonképpen a szovjet csapatok megérkeztek Varsóhoz, tehát elindul az a fajta riadólánc, illetve az a fajta intézkedés folyamat, amely a felkerés kitöréséhez fog majd vezetni augusztus 1-én. A német hadműveletvezetés szempontjából, és tulajdonképpen ekkor még a szovjeteknek is jóval fontosabb az, hogy a 3. harckocsi hadtest elfoglalja Radzimin várost, illetve később a 8. gárda harckocsi hadtest Volomint, és ezzel átvágják a Varsóba vezető összes megközelítési útvonalat, úgy a vasutat, mint a műutakat. A beérkezett német páncélos hadosztályok, illetve a Hermann Göring, illetve a 19. páncélos hadosztály értelemszerűen azonnal előkéseket vitt, hogy visszafoglalják a két elveszített települést. Ekkor még teljesen sikertelenül. Július 31-én a 19. páncélos hadosztálynak a páncélosai sikertelenül próbálják a szovjeteket kiverni Radziminből. Ugyanakkor viszont a 3. harckocsi hadtest egy része az befordul Varsó felé. Tehát ugye most a harcok, legalábbis a 3. harckocsi hadtest Varsótól észak-keletre van, visszafordul részeivel a város felé, és ez eléggé problémás a szovjetek részéről, nehogy esetleg elérjék a Visztula hídjait, ezért a Hermann Göring páncélos hadosztály másik korábban bemutatott harccsoportját ellene küldik. Lesz majd egy összefoglaló táblázat, illetve egy összefoglaló térkép, ahol minden a helyére fog kerülni, most úgy tűnik, hogy teljesen össze-vissza. És 31-én indulna meg az 5. SS páncélos hadosztály is nyugat felé, de egyelőre a homoknak, illetve az útviszonyoknak megfelelően elég nehezen halad. Nem is a szovjet ellenállása van neki gondja, inkább azt gondolom, hogy kicsit előkészítetlen volt a támadása. Július 31-én a 2. harckocsi hadsereg megbízott parancsnoka úgy dönt, hogy védelembe megy át. Ezt Rokossovszkij marsall, az 1. belgusz front parancsnoka tulajdonképpen jóvá hagyja. A fő ok, vagy a fő indok, amiért védelembe megy át ez a harckocsi hadsereg, az az, hogy a szovjet felderítés jelenti, hogy nagyjából a rendelkezésre álló szovjet erőkhöz képest egy másfél-kétszeres erőfölényben lévő német csoportosítás érte el Varsó térségét, amelyel menetből valószínűleg nem fog tudni megküzdeni ez a harckocsi hadsereg. Ennek a felderítési eredménynek, ami egyébként helyek közben reális, kivéve a német erőfölénynek az arányát, ezt később látni fogjuk, ennek alapján hozza meg a harckocsi hadsereg megbízott parancsnoka azt a döntést, hogy védelemben mennek át. Ezt megelőzően olyan jelentős veszteséget nem szenvedett a harckocsi hadsereg, hogy ezt mondjuk azzal indokolni lehetne.
először a hadseregnek a védősávja 60, majd később 40 km széles, és nagyjából 12-15 km mélységben alakítanak ki védelmet egy lépcsős harcrendben. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen mind a három harckocsi hadtest vonalban helyezkedik el. A védelembe való átmenet időszakában a korábbi mintegy 768 üzemképes páncéloshoz képest mintegy 480 üzemképes harckocsi és önjáró löveg maradt, illetve 560 löveg is aknövető áll rendelkezésre a harckocsi hadsereg számára. Hadseregtartalékot képeznek, meglehetősen okosan. Ez egy harckocsi dandárból, egy motorkerékpáros zászlóaljból, egy önjáró tüzérezredből, ugye az M10-esekkel felszerelt önjáró tüzérezredből, egy páncéltörő tüzérezredből, egy műszaki zászlóaljból, amely aknákkal felszerelt utász zárósztókat állít fel, illetve a 21. légvédelmi tüzérhadosztálynak két ezrede kerül ebbe a tartalék csoportba. Egy fénykép az M10-esről, hogyha esetleg még valaki nem kapcsolt volna, hogy melyik eszközről van szó. Augusztus 1-én, tehát a német ellencsapásra összevont erők beérkezésének napján tulajdonképpen a 19. páncélos hadosztály és az 5. SS páncélos hadosztály az előbbi nyugatról, a másik keletről a nap vége felé 19:15-kor találkoztak, és ezzel a 3. harckocsi hadtestet elvágták a 2. harckocsi hadsereg zömétől. Augusztus 1-i napközben egy csomó minden történik, méghozzá az, hogy ugye a német intézkedési folyamatra hatással van a következő néhány dolog. Egyrészt, ugye a 3. harckocsi hadtest annak ellenére, hogy estére elvágják az utánpótlását, illetve elvágják a főerőktől, még továbbra is a Narev átkelője előtt topog. Azon kívül időközben kicsi délebre a 8. gárda hadsereg létrehozza 1-én Magnus Ernél a hídfőjét, amely már délirányból is fenyegeti Varsónak a nyugati részét, tehát a folyón túli részét. A másik ugye, hogy 17 órakor az Armia Krajova hozzáállt a felkelés megvalósításához, tehát gyakorlatilag a 39. páncélos hadtest, tehát a német 39. páncélos hadtestnek a utánpótlási vonalát átmenetileg a felkelés kitörése, illetve a Visztula hidak környéki harctevékenység az zavarja, a részben el is vágja, de tekintve, hogy a felkelőknek nem sikerült tartósan birtokba venni a Visztula hidakat, ezért ez a veszély másodikára, virradóra tulajdonképpen elmúlik, és a 39. páncélos hadtest ellátásában komolyabb gondok nem lesznek. Varsó és Fomin között, majd szintén a térképre utalok, elsősorban a Hermann Göring páncélos hadosztály, amely tulajdonképpen a várostól keletre, illetve észak-keletre veszi fel a harcot, főleg a 8. gárda harckocsi hadteste. Látható, hogy itt már igyekeztek a páncélozott részeket helyek közel összevonni, tehát a páncélos ezred rendelkezésre álló elemei már együtt harcolnak, ugyanígy a létező legtöbb páncélgránátos zászlóját is igyekeznek egyesíteni, illetve a korábban külön harcolt részek is a hadosztály esetében igyekeznek egy harccsoportot alkotni. Ugye 17 órakor kitör a felkelés, kékkel látható a Hermann Göring páncélos hadosztály azon részei, amelyek a felkelők ellen veszik fel a harcot, pirossal a 3. SS páncélos hadosztálynak a részei, és zölddel pedig a 5. SS, tehát a Viking páncélos hadosztálynak a részei. Tehát nem igaz az a megállapítás, hogy a felkelők ellen ezek mondjuk úgy, ahogy a 39. páncélos hadtest, illetve a 4. SS páncélos hadtest részei nem kerültek volna bevetésre. Ezek az alakulatok nem jó kedvükből voltak itt, hanem gyakorlatilag valamilyen oknál fogva keresztül haladtak Varsón abban a pillanatban, amikor a felkelés kitört, és Varsó német városparancsnoka egyszerűen lefoglalta magának ezeket az alakulatokat. A légitámogatásnak ismét fontos szerepe van, ugyanis, mint utaltam rá, augusztus elején tovább növekszik a német bevetéseknek a száma, egészen annyira, hogy az első nagyjából két hétben a németek bevetései nagyon kevésre ugyan, de meghaladják a térségben végrehajtott szovjet bevetéseknek a számait. Ez kihat a 2. harckocsi hadsereg harctevékenységére is, hiszen például a 3. harckocsi hadtestet, tehát a 2. harckocsi hadsereg elvágott 3. harckocsi hadtestét légiúton nem igazán tudták utánpótlásra ellátni, mert egyrészt erre a viszonylag kevés bevetés nem adott alkalmat, másrészt a német vadászrepülőgépek valószínűleg és félig meddig a német légvédelmi tüzérség ezt megakadályozta volna.
Ami az egészben pedig tragikus, már mint a második hadsereg esetében, második harckocsi hadsereg esetében, hogy a német csatarepülők ellen mindössze egyetlen szovjet vadászrepülőezred támogatta az egész hadsereget, Ez igazából előírásszerűen úgy működött volna, hogy legalább egy, de inkább két vadászrepülő hadtestnek kellett volna együttműködnie. Ez olyan 9-szer, inkább 10-szer része az előírásos támogatás mértékének. Augusztus 2-a az első olyan ütközött nap ebben a német ellencsapásban, amikor a szovjetek kezdik érezni azt, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Ugyanis megpróbálnak ők a Varsótól kelet felé, illetve a Varsó keletről Varsó felé támadó németek közé ékelődni. Ez helyel közel sikerül is, de ezzel csak azt érik el, hogy az üllő és a kalapács közé kerülnek a szovjet harckocsi csapatok. Másodikán elsősorban a 19. és a 4. páncélos hadosztálynak a révén a németek visszafoglalják Erzsébet, amit ugye, mint emlékszünk rá, július 30-án még a 3. harckocsi hadtest foglalt el. Augusztus 3-án meglehetősen súlyos harcok eredményeképpen visszafoglalják a németek Valomint, illetve a településtől keletre sikerül bekeríteni, tehát már nem csak elvágni, hanem be is keríteni a 3. harckocsi hadtestet, és ők 76 darab szovjet páncélos kilövését jelentik, a 2. harckocsi hadsereg iratlanában szerint ez 58, és ebből, 53, és ebből 48 német kézben lévő területen maradt, tehát túl azon, hogy ezek nagyrészt ki is égtek, ezek végleges veszteségnek számítanak. Augusztus 4-e az ellencsapás előkifejtésének utolsó jelentősebb napja, az ugye azt hozza, hogy a német páncélos osztályok közül 3 megindul a 3. harckocsi hadtest felszámolására, amely jó ütemben halad. A 2. harckocsi hadtest által ütött részt azonban nem tudják lezárni, tehát a 3. harckocsi hadtest, majd látunk róla egy orosz nyelvű térképet, annak ellenére, hogy tulajdonképpen, tehát a megsemmisülés határán van, rendkívül hatékonyan és rendkívül jó harcol, és leköt annyi német erőt, amellyel el tudja odázni azt, hogy a németek teljesen visszazárják az arcvonalat, és ezáltal még a kitörés lehetőségétől is megfosztják a 3. harckocsi hadtestet. Illetve a 4. páncélos hadosztály egy része, az nem törődve ezzel a kartlannal, ami egy kicsit északabbra van, folytatja a dél felé az előrenyomulást, és az ellencsapás végcéljaként kitűzött Okunyev város északi előterét egy ottani patakot elér. Augusztus 4-én, tehát az előkifejtés végén azt látjuk, hogy a szovjet harckocsi hadsereg hadtestei különböző mértékben, de meggyengültek. A legerősebben, vagy a leginkább ugye a 3. harckocsi hadtest, amelynek a kezdeti több mint 250 páncélosából 50 marad üzemképes. A 8. gárda harckocsi hadtest, ami középen harcol, olyan 50%-os veszteséget szenved, ezek még nem végleges veszteségek, ezek üzemképtelenné, harcképtelenné válások. Tehát a 16. harckocsi hadtest, amely ugye Prága elővárostól délkeletre harcol, még ez úszta meg az egészet a legjobban. Mindent összevetve nagyjából egy 387 üzemképes harckocsit és önnyerlőveget számol ekkora harckocsi hadsereg, amely bár a kiinduló állapothoz képest egy jelentős gyengülés, de még mindig abszolút számolni kell ezzel a harckocsi hadsereg, és nem lehet leírni. Ez az, amit az előbb említettem, tehát a teljes bekerítésben harcoló 3. harckocsi hadtest, amely 2 dandárával észak felé, 1 dandárával pedig nyugat felé védekezik, illetve a gépkocsizó lövész dandára is nagyjából délnyugat felé. Azt mondja, hogy ez a 3. SS páncélos hadosztály harccsoportja, ez a 4. páncélos hadosztály, ez a Hermann Göring, ez pedig a 19. páncélos hadosztálynak a része. Egyedül a Viking az, ami ebben a bekerítésben nem vesz, és a bekerítésben magában részt vesz, de a felszámlásban már nem vesz részt, mert addigra már a szovjet 47. hadsereg fölzárkózik, és itt a 128. lövész hadtest, amit nem jelöl a térkép, az már megpróbálkozik a katlanba bejutni, illetve a 8. gárda harckocsi hadtest is kívülről próbálja feltörni a gyűrűt, hogy valahogy a 3. harckocsi hadtestet kiszabadítsák. Itt a legkevesebb gondja ekkor már a 16. harckocsi hadtestnek van, amely gyakorlatilag két harckocsi dandárával és egy gépkocsizó lövész dandárával, hát tulajdonképpen nagyon kis
gyenge német tevékenység ellen tartja az arcvonalat és nem sok mindent csinál. A hadtest harmadik harckocsi dandárát, azt hadseregtartaléknak, a 109. harckocsi dandárt, azt hadseregtartaléknak különítették ki. Ez az a térkép, amiről beszéltem, hogy nagyjából látjuk, hogy miről is szól a történet. Tehát látjuk, hogy meglehetősen hosszú menetvonalon beérkezik a kezdetén a 19. páncélos halosztály, jön a 4. páncélos halosztálynak a páncélozott harcsoportja, itt van, amit a 3. harckocsi hadtest elért, akkor itt megpróbálják Radzimint visszafoglalni, mi kezdetben nem sikerül, de elsőjén estére a viking keletről, a 19. páncélos osztály részei pedig nyugatról elvágják a 3. harckocsi hadtestet, és akkor 3 napon keresztül, pedig különböző tervszakaszokon keresztül visszaszorítják a harckocsi hadtestet a németek, illetve a végén, 4-én felszámolják, és jelentéktelen töredékeit leszámítva, amikor még sikerül a kitörés, tulajdonképpen felszámolják. Ugye itt van Praga előváros, itt vannak a Vistula hidak, amelyek látható, hogy mind a két esetben a német páncélos hadosztályok előrevonásának egyik fontos tereptárgya, vagy tereptárgyai, és nagyjából ez a piros vonal az, ami a maximális szovjet előretörés mutatja, ez az a rés, vagy az a zsák, amelyet a németeknek szándékai szerint fel kell számolni, és amit végül is augusztus 5-ére fel is számolnak, Okunyev visszafoglalásával augusztus 5-ére tulajdonképpen visszazárják az arcvonalat. Maga a második hadsereg, a német második hadsereg, illetve a 9. hadsereg már augusztus 1-én felvette az összeköttetést azáltal, hogy a két német páncélos hadosztály egyesült. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés? Ha nincs, akkor itt a kis térképen lehet látni egy analógiát, amit az a szerző, Kármán Frézer, akinek én a tanulmányából ezt a térképet kivettem, meglehetősen ügyesen magyaráz, ugyanis ő ezt az egész jelenséget 1914-ben, tehát az első világháborúban az úgynevezett Visztulai csoda, vagy a Tannenbergi csata analógiájával magyarázza, ahol szintén 4 teljesen különböző irányból meginduló, de egy időben egy helyszínre érő német hadtestnek sikerült a szovjet Narev hadsereget elvágni, bekeríteni és megsemmisíteni. Maga a Tannenbergi csata egy 100-120 kilométerrel északra zajlott le az első világháború első évében. Végül is ennek az elcsapásnak a harcászati eredménye az lett, hogy a harmadik harckocsi hadtest tulajdonképpen megsemmisül. Itt látható a német jelentés, amely 189 szovjet kilőtt harckocsiról szól, 3 nagyjárulag is 45 lőleg pedig zsákmányul esett a német csapatoknak. A második harckocsi hadsereg irataiból tudjuk a különböző veszteségi adatokat. A harmadik harckocsi hadtest 80%-os veszteséggel tulajdonképpen megsemmisítettnek tekinthető, 50%-os veszteséggel jelentősen meggyengült a 8. gárda harckocsi hadtest, és 31%-os veszteséggel meggyengült, de nem túl jelentősen a 16. harckocsi hadtest. Mindösszesen 991 halott, 2852 sebesült és 442 eltűnt, összesen az induló élőerőállomány 12,4%-a, ami katonában elszenvedett szovjet veszteség. A teljes páncélos veszteség 989 darab, de ez ugye javítási esetet számít, vagy jelent, nem megsemmisített páncélos. Most ezekre a részletekre nem térnék ki. Egy a lényeg, hogy a harci veszteség az nagyjából 790 páncélos volt, de ebből csak 244 páncélos volt végleges veszteség, ami vagy megsemmisült, vagy pedig a németek kezén lévő területen maradt. Ez az induló harckocsi állománynak a 30%-a. Mi? Százalékos első áron. Ezek igen. Az élőerő veszteség ugyanilyen arányú, csak számszerűen nem. Tehát a mértéke az megegyezik ezzel, de természetesen nem 80%-os veszteségről beszélünk élőerő tekintetében. Bár a harmadik harckocsi hadtest rendkívül jelentős veszteséget szenved. A végleges veszteség szovjet részről az itt látható. Igazából ugye legtöbb az T-34 és T-34-85, jó néhány Sherman, összesen 4 darab IS-2-es, a 42 darabból ez elhanyagolható. A Valentine-ok közül a 10-ből 3, ez, hát azt mondom, hogy a harmada, mindösszesen 244 harckocsi és könnyáró löveg az, ami leírásra került, ami javíthatatlan. M10-es nem veszítettek véglegesen.
A német csapatok veszteségei a szovjet adatok szerint körülbelül 8000 fő, ez tehát nagyjából közel annyi, mint vagy kicsivel több is, mint a második harckocsi hadsereg vesztesége. Ez akkor reális, hogyha ezt hozzáveszünk a 73. gyaloghadosztálynak a veszteségeit, egyrészt a második harckocsi hadsereg Varsó felé törése idején, másrészt pedig a halottak, eltűntek, sebesültek és az összes többi járulékos veszteséget is ide számítjuk. A páncélos veszteségből látható, hogy szintén szovjet alatt 273 darabot jelente nekünk, amit a második harckocsi hadsereg eszközei lőttek ki. Ebből német adatok szerint egyébként ezt helye közel a szovjetek reálisan jelentették. Ennek egyharmada volt végleges veszteség, tehát nagyjából 90 harckocsi. A többi veszteség a kivetítő látható, de ezt most én nem részletezném. Mi történik az ellencsapás után, illetve nagyjából hogyan értékelhető ez a német ellencsapás? Ugye egyrészt a németek ezzel megmentették a keleti arcvonalútnak ezt a középső, illetve északi részét, és az arcvonal a Visztula mentén hamarosan meg is szilárdul. A szovjetek szeptember közepén elfoglalják Pragát, tehát nem Prágát, hanem Pragát, Varsó elővárosát. Innentől kezdve gyakorlatilag megváltozik a szituáció, tehát amíg azt lehet mondani, hogy augusztus legelején a szovjetek szerették volna, de nem tudták elfoglalni Varsó elővárosát, illetve magát Varsót, ezután szeptember közepétől már azt mondjuk, hogy el tudták volna foglalni, de már nem akarták. Ugye még zajlik a felkelés, és nekik politikai érdekük fűződik ahhoz, hogy ezt a németek minél verjék le, és ezzel megfosszák a bázisától a polgári demokratikus erőket. Ugye helyreállították a németek a kapcsolatot a két hadseregük között, a 9. és a 2. hadsereg között, ami az arcvonal védelme szempontjából lépkérdés volt. Varsó 45. januárjáig német kézen maradt, leszámítva ugye a keleti elővárosokat a Visztula keleti partján, illetve hát a lengyel felkelést meglehetősen véresen október elejéig leismerik a németek a városon belül. Magának a hadműveletnek a távolabbi következménye az lesz, hogy a szovjetek kénytelenek, ugye mivel nem fordultak, vagy túl későn fordultak a Balti-tenger és Kelet-Poroszország felé, egy önálló hadműveletben, kelet-poroszországi támadó hadműveletben kénytelenek ezt megvalósítani, ami viszont a második harckocsi hadsereg veszteségeinél jóval durvább veszteségekkel fog járni. Analógiákról néhány szót. Elég sokan szokták Manstein-nek a 43. márciusi harkovi ellencsapásához hasonlítani ezt az augusztus elejé német páncélos közbeavatkozást. Ezzel egy a gond, hogy Manstein-nek nagyjából 2,5 hete volt arra, hogy a tartalékokat összeszedje. Modellnek meg hát nem egészen 2 napja. Ugye a Tannenbergi csataféle analógiáról volt szó, és én megemlítenék még egyet, nem sokkal később, 44. november elején valami hasonló fog lejátszódni itt a magyar főváros előterében is, azzal a különbséggel, hogy a város területén nem tör ki felkelés. Köszönöm szépen a figyelmet!